Köszöntöm a köztér valamennyi nézőit, mai adásunkban a rejtélyek nyomába eredünk, így fogalmazhatnám dióhéjban a köztér mai tematikáját, hiszen Szeuzó hazatér. Azt hiszem, hogy Székesfehérváron, itt Fejér megyében joggal mondhatjuk ezt, vasárnaptól pedig látogatható lesz a Szent István Király Múzeumban a Szeuzó tárlat, 10 órakor lesz a hivatalos megnyitó, 11 órától pedig a nagy közönség számára is megtekinthető a kiállítás. Erről fogunk beszélgetni, és hát számos rejtélyről, minden érdekességről, ami a Szeuzó kincshez, ehhez a páratlan értékű lelet együtteshez tapad. Stúdiónk vendége Nádorfi Gabriella régész. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a nézőket. Csillog a szeme, most már akkor mondhatjuk, hogy finisben vagyunk, és egyben lehet látni ezt a csodálatos tárgyakat. Igen, most egyben látható lesz az összes tárgy. Ugye 2014-ben, amikor csináltuk a Szeuzó kiállítást, akkor az a 7 darab tárgy volt látható, pontosabban 6, mert ugye a geometrikus kancsóból 2 darab volt, de az egyik olyan állapotban volt akkor, hogy nem mertük elhozni, viszont a másik kancsó egy az egyben ugyanolyan volt, tehát semmi nem érte a látogatót, hogy nem lehetett hiányérzetünk. Igen, nem lehetett hiányérzete. Most viszont mind a 14 tárgy itt lesz, kivéve ugye a 15. tárgy az az üst, a bronzüst, amiben elrejtették, az nem lesz itt. Annak az állapota olyan, hogy nem igazán szállítható, tehát veszélyes szállítani, így a tárgyakat fogják látni a látogatók, de én azt hiszem, hogy a tárgyak a lényeg itt. De hogyha végül is felsétálunk a múzeumba, akkor a múzeumban hasonló üstöt azért láthatunk, nem? Hát túlzás, hogy hasonló, de van hasonló bronzüst. Vagy lehet köze hozzá. Hát a bronzüstnek nem lehet köze hozzá. Igaron került elő még az 1960-as években egy nagyméretű bronzüst, ami a 3. századra keltezhető. Tudjuk, hogy a szabad, vagy illetve a Szeuzó kincsnek az üstje is körülbelül a 3. század végén készülhetett, esetleg a 4. elején, tehát közel állnak hozzá. Egyébként formailag nagyon hasonlít, technikailag viszont már más a helyzet, hiszen eltér tőle. Viszont Szabadbattyánban 1974-ben került elő egy ólomüst, ami díszített volt vadászjelenetekkel, isten alakokkal, és ez viszont látható volt eddig a állandó kiállításunkban, látható lesz ezután is, de most a Szeuzó kiállításhoz kapcsolódó kis kiállításba bemutatásra kerül. És egyébként annak az üstnek mi a jelentősége, ami a Szent István Király Múzeumban van? Kicsit idézzük fel, igen, az ezt a történetet. Mondtam, hogy 1974-ben került elő, úgyhogy kiszántották. Össze volt nyomódva az üst, és annak idején a Nemzeti Múzeumban kalapálták ki az üstöt. Ezt az üstöt Pereces Ferenc hozta be a múzeumba, tudomásom szerint, hiszen ez van beírva mindenhova. Ő akkor ezzel egy nagyon nagy dolgot tett. Az ólomüst ott került elő, ahol az szabadbattyányi épület van, illetőleg annak a közelében, vagy éppen ott, hiszen kint voltunk Pereces Ferenccel, hogy mutassa meg a helyét, és körülbelül arra a részre mutatott. De amikor behozta ezt az üstöt, akkor úgy is került beírva a naplóba, hogy egy nagyméretű épület közelében. De kiderült, hogy az a nagyméretű épület, amit annak idején kisebbnek gondolhattak a kollégák, de csak ugye a felszíni nyomok alapján rögzítették igazán, akkor utána kiderült, hogy gyakorlatilag ez valószínűleg, hogy a területén kerülhetett elő.
kicsit hozzuk már képbe a nézőket, bár mondjuk a Szehúzókedv során itt, illetve a Fehérvár televízió híradásaiban, akár a Fehérvár magazin újság cikkeiben ugye többször megemlítettük már Peretes Ferencet. Ő az az úriember, aki ugye azt állítja, hogy ő mutatta meg Sümegnek a lelőhelyet, hiszen a kutyáját sétáltatta, akkor ott egy ilyen befedetlen területen talált egy érdekes részt, ahol aztán, mikor egyszer csak kiment, miután a Sümeggel már járt ott, ott egy üreget talált. Ő az? Igen, ő az a Peretes Ferenc. Hát ő egy olyan nagyon lelkes, hogy úgy mondjam, amatőr, aki sokat járt azon a területen, meg kell, hogy mondjam, valamennyi anyagot szolgáltatott is be, de ugyanakkor a múzeum ismerte ezt a területet, azt is el kell, hogy mondjam. Az 1970-es években Fitz Jenő már leírta, hogy ott van egy nagy kiterjedésű római kori település, amit igazán nem tud értelmezni. Persze hát ugye feltárások nagyobbak nem voltak, és amikor mi ott elkezdtünk feltárást végezni, tehát régészeti kutatást végezni, akkor kiderült, hogy bizony ott van egy hatalmas település, van ez az igen nagy méretű római kori épület, amit meg kell, hogy mondjam, ami alatt van korábbi épület is. De úgy néz ki, hogy az épület az valamikor a 4. század első felében nyert el ezt a, és leépült egy része, és a 4. század közepére nyert el ezt a nagyméretű formáját. Hogy van alatt a korábbi épület, azt az ásatás során lehetett rögzíteni, de bizony a korábbi épületnek a teljes méretét, vagy épületeknek, inkább épületekről beszélhetünk, nem igazán tudtuk rögzíteni, hiszen a Szabadbattyányi épületben nagyon sok eredeti római kori padló volt, és ugye itt a 4. század volt a lényeg az épületnek, és nem bontottuk el a padlót. Tehát ott, ahol tudtuk rögzíteni, ott rögzítettük a korábbi nyomokat, és van olyan épület, aminek tudjuk a szélességet, de a hosszát nem, mert a hossza való ott van a 4. századi terrazzópadló alatt. Tehát azt ugye nem tudtuk így meghatározni. A Szabadbattyányi palota kapcsán azért azt elmondhatjuk, hogy a újságíró kollégák és a köznyelv ezt Szehúzópalotaként szokta emlegetni. Igen, ez valóban így van. Ez egy nagy meglepetés volt annak idején, amikor kiderült, hogy mekkora mérete van ennek közben az épületnek. Közben a nézőknek mondom, egy kicsit súgok, hogy ez gyakorlatilag ezt az épületnek az ilyen rekonstrukciós látványterveit láthatják most, ugye? Igen, ezt Vasáros Zsolt építész készítette, aki a műemléki építész, és hát együtt dolgoztunk a Szabadbattyányi épületnek a rekonstrukciójának az elkészítésén. Ez egy kiváló munka, ez egyébként majd most látható lesz a Szehúzó kiállításhoz kapcsolódó kiállításon is, ez a rekonstrukció. Na most említettem, hogy ugye meglehetősen nagyméretű ez az épület, birodalmi szinten is, tehát nem csak Pannonia szintjén, hanem birodalmi szinten is, tehát akárkié nem lehetett. Na most, aki ez az épület volt, az egy nagyon magas rangú személy lehetett, legalább szenátori rangú, ugyanakkor ugye a mérete már mutatja, hogy ezt akkor sem tudta akárki megcsinálni, ráadásul annak ellenére, hogy sok minden elpusztult, de nagyon impozáns lehetett a belseje. Bizánci jellegű falfestményekkel volt díszítve, nagyon szépek azok a faragványok, amik az épületből előkerültek, és magát az épületet díszítették. Tehát egy magasrangú személy volt, és az is tudott már, hogy ebben az épületben több olyan nagyméretű terem van, ami fogadásra volt alkalmas. Na most tudni kell, hogy a rómaiak azért praktikusak voltak, odaépítettek ilyen nagy termeket, ahol szükség volt rá. Ráadásul a fogadásra alkalmas termeknél padlófűtés volt, tehát ez azt jelenti, hogy télen is fontos volt, hogy használják. Tehát akkor már padlófűtést alkalmaztak. Így van. És elképzelhető, hogy ez a személy, akinek a tulajdona volt, az valamilyen közéleti szerepet is betöltött Pannonia életében.
vagy legalábbis, ha a késő római kori időszakot veszük, akkor a Valéria tartomány életébe, de talán jobban közelítünk, hogyha Pannoniáról beszélünk, tehát hogy az egész tartomány életében. Tehát te lehetett egy olyan személy, aki mondjuk egy ilyen hatalmas értékű, grandiózus és tényleg egy ilyen csodálatos készlettel rendelkezhetett. Hát igen, a gazdagsága az hasonló lehetett, mint a Szeúzó kincse tulajdonosának a gazdagsága. Tehát ő egy gazdag ember volt, ez egyértelmű, hiszen ez ebből teljes mértékben kiderül. Na most az is összekapcsolhatja a Szeúzó kincsel, hogy tudjuk, hogy a IV. Század végén volt egy hatalmas betörés, illetve több is volt. Pannonia területére, és az elsősorban Valéria tartomány, de egész Pannoniát végig pusztította, Valéria tartományt is, és hát ez az épület is valamikor a IV. Század végén, utolsó negyedébe végén pusztulhatott el. Tehát ugyanakkor, amikor ugye a Szeúzó kincset elrejtették, tehát körülbelül még ezek az intervallumok is azonosak. Tehát meg nekem az olyan életszerűnek is tűnik, hogy mondjuk, hogyha van egy ilyen betörés, akkor az ember a nagy értékét azt próbálja elrejteni, menekülés közben olyan helyre rejteni, amit később megtalálhat, hiszen egy ilyen menekülésnél azért az ember arra számol, hogy majd a békeidőben visszatér, és akkor ott lehetnek az ő értékei egy adott helyen, amiket ő tudhat például. Most én a józan paraszt észre hagyatkozva, akár egy alagútba, vagy akár olyan helyszínen, amit be tudok azonosítani. Hát ez történhet nyilván, így. Ez feltételezés, nyilván az én feltételezésem, de nekem életszerűnek tűnik. De nyilvánvaló, hogy az az életszerű, hogy oda rejtek el valamit, amit meg tudok találni. Tehát ha egy mező közepére valamit elások, akkor ha nincs viszonyítási alapom, akkor nem valószínű, hogy megtalálom. És azért annak idején nem voltak olyan eszközök, ami ezt megkönnyítette volna. Aztán telt múlt az idő, ugye nem tudtak visszajönni, és mondjuk a 70-es években megtalálhatta ezt egy Sümeg József nevezetű fiatalember. Így van, megtalálta. Mondjuk a Sümeg József szerintem ott követte el a nagyon nagy hibát, és ez nyilvánvaló, hogy másokkal is kapcsolatba hozható, hogyha ő annak idején beviszi a múzeumban. Ugye számoljunk itt a 70-es évek közepe második felével, akkor az volt a múzeumi törvény, hogy ami nemesfém előkerül, a nemesfém súlyának az akkori árfolyamát megkapja, tehát kifizetik neki, és ugyanakkor kap egy történeti értéket. Ez azért a 70-es években egy hatalmas összeg lehetett, és ahogy ugye a nyomozati adatok mutatják, hogy a Sümeg akart venni egy kis házatlóval kocsit, hogy ugye el tudjon indulni az életbe, hát én azt hiszem, hogy ez bőven futotta volna belőle, és még ma is élne. Hát igen, mert a szerencsétlen eset az, hogy egyrészt nem tudjuk meg, jelenleg nem tudjuk, hogy honnan kerültek elő ugye ezek a csodálatos tárgyak, illetve az, hogy megfordult az Ecserin, a legnagyobb katonai körökig vezet, ugye abban az időszakban ne feledkezzünk meg, hogy ugye a 70-es évek, hát a pártállamkora, a BMS szárak, a katonai, az elhárítás, egy nagyon-nagyon érdekes dolog keveredik bele, a műkincs, maffia talán fogalmazhatok így, akkor virágzott, el lehetett innen egy csomó mindent vinni, és hát talán ez került az ő életébe. Hát igen, mondjuk az, hogy nyilván, hogy azt mondták, hogy többet kaphat érte, tehát ő nem volt tisztában azzal, hogy esetleg mennyi pénzt kaphat, de szerintem sokan nem, mert ahogy mondtad, az Ecserin meg itt-ott előfordult, tehát nem voltak tisztában vele. Érthető módon, de ugyanakkor mondjuk kivinni a 70-es években végén, 70-es évek második felébe innen műtárgyat, amikor zárt határok voltak, hát az nem volt egy egyszerű dolog,
és ugyanakkor szerintem az, hogyha neki nincsenek meg azok a kinti kapcsolatai, ahol akinek el tudom adni, az is egy lebukás veszélye. Szóval, mert hát hova vinni? Tehát, hát nyilván olyan ember vihette ki, aki szabadon járhatott, hát, kellhetett. Nyilván, akinek de többször fölmerült a Cinegének a neve, igen, tehát most én próbálom itt felidézni a kedves nézőknek a szálakat, amikre eddig jutottunk, akár a Szeúzóket során, vagy akár mondjuk a Dézsi Zoltánok nyomozó riporter is, amilyen tanukat tudott felderíteni, felkutatni. Ugye a Cinegének, az egykori honvédelmi miniszternek a fia is nyilatkozott, és láthatta ezeket a kincseket. Tehát nagyon sok érdekes orosz szál is ugye fölmerült, rejtélyes halálesetek, és az viszont biztos, hogy rejtélyes halálesetek voltak, hogyha csak itt a térségben, a Sümeg mellett ugye említhetjük, szintén katona halál, a Briss Károly, szintén a barátainak a Kolonics Györgyöt, tehát nagyon sok nevet mondhatunk, nagyon sok a rejtélyes hirtelen haláleset, sőt, hát hogyha visszapörgetjük egy kicsit az időt, a Sümeg halálát elsőként ugye a katonai száron, mivel ő akkor leszerelés előtt álló katona volt, vizsgálták, és hát két övvel ő fölakasztotta magát, öngyilkos lett, állították nagyon sok ideig. Igen, aztán kiderült, hogy nem lett öngyilkos, és hát két Mikádó öve nem lett egy katonának, szóval ezt mondjuk még mi nők is tudjuk, annak ellenére, hogy nem voltunk katonák. Tehát igen, nagyon sok a rejtélyes szál, nagyon sok az érdekes szál. A Cinegének a neve az valóban több ízben felmerült. Ugye Dézsi Zoltánnak a második filmében ugye beszélt a Cinegének a fia is, tehát csinált vele riportot. Tehát nagyon érdekesen állnak össze a szálak. És azért ugye ez valahogy eljutott a Szatörbihez, ahol elkezdték ugye a 80-as években fölvásárolni. Akkor a Szatörbinek az elnök ez a Peter Wilson volt, akiről kiderült annak idején, az, ha jól tudom, 87-ben halt meg, de lehet, hogy egy-két évvel előbb, hogy az orosz KGB londoni csoportjának volt a titkos ügynöke. Hát a ez egyébként megjelent újságban is, tehát elmondható. Úgyhogy hogy nagyon érdekesek ezek a szálak. A lényeg az, hogy ők felvásárolták, amennyit tudtak, vagy amennyihez hozzájutottak, és az van jelenleg itthon. Ez érkezett haza, hogy úgy mondjuk. Igen. Azt is elmondhatjuk, hogy ugye ez egy nagyon-nagyon magas ezüsttartalmú, csodálatos motivum rendszerrel és kidolgozottsággal, egy igazi remek munka jellemző minden egyes darabra, mind a 14 darabra, ami most itt látható lesz vasárnaptól, három héten keresztül, igen. Nem bűzöm hangsúlyozni, mert szerintem ez egy ilyen fantasztikus lehetőség, hogy itthon megtekinthetjük. Így van. Igen, nagy tisztaságú ezüst tárgyakból áll ez az étkészlet, és hát a késő római kincsleleteknek az egyik, hanem a legértékesebb lelet együttese, aminél tudjuk, hogy nem ismerjük a teljes készletet, hiszen hiányoznak az étkészlethez tartozó darabok. Valóban nagyon jó kidolgozású, nagyon nívósak, és meg kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag ez a lelet együttes bárhol előkerülhetett volna. Itt egy nagy szerencsénk volt, hogy ott van ugye a Perzótál, vagy Szeúzótál, mert ugye ezen rajta van a Balaton, és a az Perzó. A Perzónak a Perzó, ugye a Balaton ókori neve, tehát ez azonosítja be a lelőhelyet. Egyébként, ha nem lenne ott, akkor nem valószínű, hogy tudnánk, hogy innen került ki. Nyilván annak idején a legendás, tragikus New York-i perben, én fogalmazhatok talán így, sok mindenre sor került, és azért ezen kívül azt is elmondhatjuk a nézőknek, mert mi nem vagyunk bíróság, és ott ugye nem vették figyelembe az anyag mintavételi eredményeket, de az is ide ehhez a térséghez, ezer szállal így köti. Van, így van, ezt nem vették figyelembe. Szóval az a bírósági per, hát az elég fura volt, mert ugye azt meg Dézsi Zoltán előző filmjéből lehetett tudni,
hogy rossz volt a tolmács, rosszul fordított, hiszen nem lehetett olyan anyanyelvű, tehát olyan ember lehetett, aki nem magyar, nem amerikai, hanem egy teljesen idegen, egy lengyel nő volt a tolmács, aki tudott angolul és magyarul, csak nem értette. Tehát ott hiába, és ez benne van Dézsi Zoltán filmjében is, hogy hiába szólt a magyar nagykövetnek a felesége, hiába szóltak a kint levő kollégák, hogy nem jól fordít, ezt nem vették figyelembe. Tehát ezt a bíróság tártalannak tartotta, vagy nem tudom. Mint hogy az anyag igen, eredményeket azt, igen, az anyag, vizsgálati anyagok azok nem kerültek gyakorlatilag a bíróság elé. De ugye ott más a jogrendszer, ott ugye nagyon nagy, ahogy én hallottam, a magántulajdonnak a védelme, hogy ez most nem tisztességes úton került hozzá, vagy megvásárolták, mondjuk jó hiszeműen is megvásárolta a Talbort, tehát nyilván ő nem tudta, hogy mi áll mögötte, de hát akkor is, ami a miénk, az a miénk. És ugye az volt a nagyon nagy szerencsénk, szerintem, hogy azzal, hogy a magyar állam soha nem mondott le a tulajdonjogáról, hiszen ha New York-i perre gondolunk, ott ugye volt perbe lépett Libanon és Horvátország is, akik kiszálltak belőle, Magyarország nem. És Magyarország továbbra is igényt tartott tulajdonjogilag a lelet együttesre, és ezzel eladhatatlanná tette. És még volt szerintem egy nagyon jó dolog, annak idején Hajdú Éva, aki a miniszteri biztos volt, ő nagyon sokat tett azért, amiről beszéltünk, hogy tudjuk azt, hogy minél szélesebb körben ne legyen kája, továbbra nem? És eladhatatlan, hogy ő megcsinálta kint, tehát Angliában is a kellő mértékű hírverést. Tehát, hogy nehogy megvegye valaki. De ott a Scotland Yard is eredményekre jutott, nem? Így van, a Scotland Yard is eredményekre jutott, de annak ellenére a Scotland Yardnak az eredményei miénkkel, amennyire én ismerem, azonosak voltak, tehát a szálak összejöttek. Na most azért ott ugye egy nagyon nagy veszély van, hogy ezt egy milliárdos, egy nagyon gazdag ember bármikor ugye meg tudta volna venni, vagy gondoljunk egy arab olajmágnásra, aki megveszi, elrejti egy föld alatti trezorba, vagy bárhova, és mikor kerül elő 50 év múlva, vagy nem tudom én mikor, tehát eltűnhetett volna. És mondjuk miért egy kicsit aggódtunk is, hála Istennek nem került rá sor, tehát hogy nem sikerült, és tényleg ez nagyon jó, hogy a magyar állam nem tett le róla, és a végén ugye sikerült hazahoznia a lelet együttest, ha két részletben is, de ugye megérkezett ebben az évben a második része is a lelet együttesnek. Az eltűnhetett róláról, meg az eddig ismert lelet együttesről azért eszembe jutott az is, hogy több tanú elmondás alapján is egyáltalán nem lehet tudni, hogy mekkora lehet maga a teljes együttes, mert én emlékeim szerint 41 néhány darabtól a 201 néhány darabig terjed ez. Igen, terjedhet. Terjedhet, nem igen. Tudjuk, hogy mennyi. Tehát gyakorlatilag olyan lelet együttes, aminek ismernénk a teljesét, olyan nincs. De az se, ha lenne, akkor se biztos, hogy teljes lenne. Mert ha én megnézem a 4. századi kincsleleteket, de akár a korábbiakat is, ugye jóval több minden tartozhatott hozzá. Ugye itt az étkészlethez is, hiszen hiányos, mert például nincsenek kanalak, nincsenek kupák, tehát van, ami hiányzik. Ugyanakkor a leletegyüttesnek, hogyha megnézek például bizonyos leletegyütteseket, ott van, ahol vannak érmek, tehát pénzek, ékszerek, stb., tehát azt is elrejteti. Ugye, mert az érték az ugye a nemesfém, a pénzből ugye legértékesebb az aranypénz, hát nyilvánvaló, hogy már csak a fémanyagánál fogva is, és ugye a római korban is voltak nagyon értékes ékszerek, tehát női férfi ékszerek, ami megint egy értéket képvisel. Tehát nyilvánvaló, hogy az nem az étkészlethez tartozott, de például azt is elrejtette vele, hiszen erre is van példa, ha nézem a Hoxnay-i kis zsicset, vagy sorolhatnám.
Illetve hát nyilván ez feltételezés, mert nem tudhatjuk, mert nem voltunk ott és nem láttuk, de a tanúk elmondása alapján ugye két üstről beszélnek, de több tárgyról beszélnek, edényekről ami, beszélnek. Na most edényekből is, most hozzátartozik, tegyük félre ezeket, hogy ékszer megérem, edényekből is többnek kellett lenni. Na most itt megint azt tudom mondani, hogy lehetett bármennyi, mert nem tudjuk, tehát elég zavarosak azok, ugye tudjuk azt, hogy állítólag ajánlottak még fel a Lordéknak, tehát a Satörbinek megvétele tárgyakat, de például senki nem látta, hogy azok milyen tárgyak voltak. Na most az a műtárgykereskedő, aki eladta, az ugye azt mondta, hogy a Szeuzók kincshez tartozik, de szakember nem látta. Na most nyilvánvaló, hogy egy műtárgykereskedő, aki el akarja adni, az előzőért jó pénzt kapott, akkor ő azt fogja mondani, hogy hát az is ahhoz tartozik, mert akkor ugye megint számít szép kis pénzösszegre. Tehát nem lehet tudni. Egy biztos, hogy ha csak az étkésztetet veszem szigorúan, akkor is az étkésztet az hiányos. Tehát kell még hozzá lenni daraboknak. Hogy mennyinek, én ezt nem merem, mert ez mind olyan, én ezt mind talán, nincs hiteles bizonyítás, szóval nekem a tények kellene. A tények azok makacs dolgok, de az is tény, hogy a tanúk azt mondják, hogy a Sümegnek volt például éremgyűjteménye, ez több tanú megelsőrítette, ez talán van? Mondhatjuk tény, de nincs sehol, nem? És az is kerülhetett mondjuk innen, ez már feltételezés, de én megengedhetem magamnak ezt a luxust talán. Hát nem tudni. Tehát, hogy milyen érmei voltak. Tény és való, hogy volt, ezt tényleg sokan elmondták, de hogy hova lett, ezt senki nem tudja. Aztán kanyarodjunk vissza egy kicsit a kiállításhoz. Már nyilván az utolsó simításoknál tartanak, és nyilván én tudom, tisztában vagyok vele, hogy nagyon sok mindent nem mondhat el, de mi az, amire számíthatunk? Mitől lesz ez különleges, ez az itt látható tárlat? Hát minden esetre abban már különleges lesz, hogy itt lesz az összes tárgy, ugye ami a parlamentben volt látható, ami után megérkeztek a tárgyak. Nagyon nívós lesz a kiállítás, meg kell, hogy mondjam. Nagyon szép kivitelű lesz, tehát látványos lesz. A tárgyakkal meg még látványosabb, mondjuk a tárgyakon van nyilvánvalóan a hangsúly. Tudjuk azt, hogy illetőleg ez megjelent több helyen, hogy ez egy vándorkiállítás lesz. Ugye minden helyszínen 3 hétig lehetnek a tárgyak, és minden helyszín tesz hozzá valamit. Tehát ami korban viszonylag egyezik a Szeuzók kincsekével is, hogy értékesebb dolgokat állít ki. Hát nálunk ugye a Batthyány épület van Porondon, azt tesszük ki, a rekonstrukcióit, néhány díszítő motivumot, ugye falfestményeket, akkor kőfaragványokat. Ez egy nagyon pici terem, tehát keveset tudunk kitenni, érmeket, tehát ott volt azért az egyik padló, feldúlt padló alatt egy elrejtett éremleletnek egy része, mert ugye az egész nem került elő, hát az látszott, hogy abból valószínűleg, hogy több lehetett, ez is kiállításra kerül, egy-két aranyérem, több aranyérem került elő, de csak 2 lesz kirakva a kiállításba, tehát úgy próbáltuk ehhez kapcsolni, illetőleg hát az ólomüst, ugye, ami valószínűleg, hogy az épülethez kapcsolható, szerintünk ez passzolt itt tőlünk a legjobban. Hogy majd más múzeumoknál mi kerül a kiállításba, azt most nem tudom megmondani, de hát mindenkinek azért fő a feje, hogy mit tegyen ki, ami mondjuk valami hasonló jelentőségű. Hát a Szeuzót nem tudja felülmúlni semmi jelen pillanatban. Én szerintem lehetek elfogult, meg azt sem tudja senki felülmúlni, hogy mondjuk otthoni környezetben mutassa be, hiszen tényleg, tehát Székesfehérvár, Fehér megye, a Szeuzó hazája. Igen, igen, tehát azért ehhez nekünk van a legtöbb közünk, úgyhogy nagyon jó, hogy Székesfehérvár megye jogú városa mindig úgy áll hozzá, hogy valóban ez bemutatásra kerüljön, hiszen ha ők nem állnának mögötte,
akkor ezt a múzeum nem tudná bemutatni. Úgyhogy hálás köszönet nekik érte, hogy ezt lehetővé teszik számunkra. Nos, azt hiszem, hogy azt még el kell mondanunk a nézőknek, hogy elsőként ugye Székesfehérvár ennek a vándorkiállítás sorozatnak az első helyszíne. Erre ugye korábban Lázár miniszter úrtól ígéretet is kaptunk 2014-ben. Így van. Illetve azt is el kell mondani, hogy 3 hét, tehát vasárnaptól november 19-ig, hogyha jól rémlik, addig lesz az majd is látható. Viszont 8 és 10 óra között este 10, egy ilyen hosszabbított nyitvatartásra is készülnek rá, ugye jól emlékszem? Igen, jól emlékszel. A kiállítás minden nap, tehát nem lesz szünnap, tehát ünnepnapokon is, reggel 8-tól este 10-ig nyitva lesz. Ez egy elég nagy terv a múzeumnak, meg kell, hogy mondjam, de tényleg a kollégák többsége is olyan úgy áll mellé, hogy ugye mindenki szinte beszáll, hogy ez megvalósítható legyen, hiszen ugye ott az embereknek ott kell lenni. Az előző kiállítást 35 ezeren látták. Igen, 35 ezeren. Tehát számítunk is arra, én nagyon remélem, hogy nagyon sokan fogják megtekinteni ezt a kiállítást, és hát a kollégák azok pedig tényleg nagyon rendesen állnak az ügy mellé, hiszen sokan fognak majd bent éjszakázni a múzeumban este 10-ig, hogy a nyitvatartást biztosítani tudjuk, és a védelmet a mi részünkről is biztosítani tudjuk. De ez jó érzés is, nem? Tehát, hogy jó, mindenki igen, a magáinak gondolja ezt a feladatot. Igen, ez szerintem nagyon jó, hiszen ezért vagyunk, hogy ilyeneket azért megtegyünk, hogy ha sikerül nekünk egy ilyen jelentős dolgot idehozni, sajnos nagyon rövid időre, akkor hát az áldozattal jár ilyen téren, de ezt nem így érzik a kollégák, legalábbis én úgy látom, hanem tényleg mindenki előtt le a kalappal, aki ebben részt vesz. Én még feltétlenül egy dolgot szeretnék megemlíteni, mert rengetegen érdeklődtek a nézők közül, a fehérváriak közül, a Szeúzókedd előadások iránt, és hát nekik mindenképpen van egy jó hírünk, hiszen november 7-én Szeúzókedd újra töltve, ezt most már elmondhatjuk, igen, igaz? Igen, kezdjük újra tölteni, és hát én azt hiszem, és nagyon remélem, hogy ez összejön, de erről még ne beszéljünk talán, ha így gondolod, hogy fogja egy-két meglepetés érni a nézőket, illetőleg azokat, akik részt vesznek a Szeúzókeddeken, és ugye feltetik ott a kérdéseiket is, mert lesz meglepetés. Lesz meglepetés, szerintem tartsunk egy kis izgalmat, meg fokozzuk itt a hangulatot, de annyi biztos, hogy november 7-én indul tehát a Szeúzókedd előadás sorozata, melynek az első állomása, a helyszín az most más lesz, hiszen a Városháza dísztermébe várjuk majd az érdeklődőket nagy-nagy szeretettel 17 órától, és hát nagyon érdekes, izgalmas témákkal, vendégekkel készülünk, olyan sztárvendégekkel is, akik a Szeúzó ügyben mindenképpen meghatározó embereknek számítanak, és például olyannal is, aki még eddig nem volt itt nálunk, és nagy örömmel elfogadta a meghívásunkat, tehát lesznek itt izgalmak, váratlan fejlemények, én azt mondhatom, és hát sok szeretettel várunk mindenkit, nem? Igen, nagyon szeretnénk, ha továbbra is ilyen nagy érdeklődéssel lennének az emberek a Szeúzókeddek iránt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál nálunk a köztérben. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, tehát Szeúzó újra töltve, hazatér a tárlata, különleges kiállítási anyag, vasárnap 11 órától megtekinthető a nagy közönség számára egészen november 19-ig. Menjenek el, higgyék el, megéri. Viszontlátásra!